Máté Szalka önkormányzata nagyra értékeli a város fejlődésének elősegítésében, jó hírnevének megőrzésében kifejtett kimagasló, példamutató vállalkozói tevékenységet. Már hagyomány, hogy egy baráti hangulatú vacsora keretében elismerő oklevelet adnak át azoknak, akik a legtöbbet teszik a településért. Éppen a legutóbbi testületi ülésen is elhangzott az, hogy novemberben, decemberben ugye az eltérő adóévesek befizették az adót, az iparüzési adót, és döbbenten tapasztaltuk, hogy ebben a gazdasági környezetben Máté Szalkára több mint 600 millió forinttal több iparüzési adó áramlott be, ami nyilván megalapozza azt, hogy az idei egyébként nehéznek ígérkező év mégiscsak jól sikerüljön a város számára, hogy ne kelljen a fejlesztéseinkről lemondani, hogy ne kelljen mondjuk a megemelkedett vízköltségek miatt az uszodát bezárni, hogy a képes kávéházat ki tudjuk nyitni. Tehát nagyon sok olyan feladatot mi nem tudunk másból megvalósítani, csak a vállalkozók által befizetett iparüzési adótöbletből. Ez most egy kiváló lehetőség volt az év elején, hogy ezt áthozva, tartalékba helyezve felkészüljünk több mint 10 pályázatnak az esetleges önerejére, hogyha közbeszerzések úgy alakulnak. Tehát így tudunk igazán nyugodtan aludni a város költségvetése felől, hogy az a több mint 1200 vállalkozó mindenben támogatja a várost. A Máté Szalka város kiváló vállalkozása díjat tudhatja magáinak az a húsipari családi vállalkozás, amely már évtizedek óta igyekszik egy speciális ízvilágot eljuttatni a fogyasztókhoz. 2005-ben hoztunk létre, mert benne van ugye a fiam, lányom, feleségem és én. Hát úgy is mondhatnám, hogy eléggé lentről kezdtük, és amivel foglalkozunk, az ugye hazai ízek, mivel én mérki születésű vagyok, tehát ezt a sváb dolgokat ezt úgymond örököltem. Én apáról fiára száll, magyarán mondva az én apám is örökölte az ő apjától, ugye én az én apámtól, és akkor a fiam pedig tőlem remélhetőleg. Díjazták a több mint 3 évtizede alapított Valentin Kft-t is. A tulajdonos elmondta, az önkormányzattal közös tiszteleten és megbecsülésen alapuló remek kapcsolatot ez az elismerés koronázta meg. A céget a rendszerváltás után egy évvel, 1991-ben alapítottam. Volt egy kicsi kitérő, egy négyes társasággal csináltunk egy korábban egy Kft-t, de egy évig tudtunk velük együtt dolgozni, mert ők úgy gondolták, hogy minden pénzt, amit megkeresünk, azt ki is kell venni a cégből, mi pedig fejleszteni akartunk, és mi egy év után kiváltunk a cégből, és egy családi vállalkozást csináltunk, ami azóta is működik. Először bérelt hűtőházakba, bérelt ültetvényeken termeltük az almát, majd 1994-ben állami segítséggel, támogatással megépítettük Magyarországon az első ulórendszerű hűtőházat, ami egy ultra alacsony oxigén szint melletti tárolást jelent, ami azt jelenti, hogy a normál levegőhöz képest a tized részére csökkentjük az oxigén tartalmat. Máté Szalka polgármestere elmondta, mindaz, hogy a város ilyen csodálatos módon fejlődik, nem menne a helyi vállalkozók ereje, szeretete és gazdasági segítsége nélkül. Hozzátette, öröm, hogy ilyen élő és virágzó a kapcsolat a vállalkozók és az önkormányzat között.